A KSH legfrissebb adatai immáron 29. hónapja azt bizonyítják, azt mutatják, hogy folyamatosan nő ennek a keresetek, méghozzá reálértékben is növekednek a keresetek Magyarországon. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy míg 2010-ben a minimálbér 73.500 forint volt, addig ez 2015-re 105.000 forintra nőtt, ugye ez 43%-os növekedésnek felel meg bruttóban. Ez gyakorlatilag az OECD tagállamok közül Törökország után a második legmagasabb ebben az időintervallumban, és talán még ennél is fontosabb az, hogyha a családi adó kedvezményeket vizsgáljuk, vagy a többgyermekes családok esetén hogy alakul a helyzet, akkor azt tudom mondani, hogy a nettó minimálbér kedvezmények nélkül a 14,2%-kal emelkedett, de a családi kedvezmény igénybevételével ez úgy néz ki, hogy egy gyermekes család esetén 31%-os a növekedés, két gyermekes esetében 47%-os, három gyermekes esetében pedig 70%-os gyakorlatilag ez alatt az időintervallum alatt a növekmény. Január-májusi összehasonlításban év per év alapon 4,1%-kal növekedtek a reálkeresetek. Ha azt vizsgáljuk, hogy szektoronként hogy alakul a helyzet, akkor azt tudom mondani, hogy hasonlóan az elmúlt évek, de akár évtizedet is mondhatnánk, a pénzügyi szektor az, ahol a leginkább ugye magasak a jövedelmek, itt közel 500.000 forint körül van a kereset, míg a másik végén a táblának a vendéglátás, a kereskedelem, illetve a szociális gondozás, szociális ellátás területe van 150.000 forint körüli keresetekkel.